Sziasztok, el vagyok keseredve, megbántottatok, megsértődtem egy kicsit. Rosszul esett nekem az, hogy korábban is, meg a legutóbbi friss videómhoz is odaírta valaki, igazán az esett rosszul, hogy a koromról, úgyhogy nem tudja a koromat, pedig direkt mondtam abban a videóban is, hogy 21 éves vagyok, és odaírja, hogy lassan 40 körül járok. És csak így értetlenül állok a dolog előtt. Nem tudom megérteni. Egész egyszerűen. Bocsánat csak. Szóval nagyon rosszul esett, és az is, és korábban is volt milyen hasonló komment, hogy 35 plusznak látott így ránézésre az ipse. És ráadásul meglájkolják többen is, tehát azt kell, hogy feltételezzem, hogy nem csak ő gondolja így, hanem jó néhány ember így gondolja, és plusz még bele kell venni azt is, aki passzív, aki nem nyilatkozik, ugye? Valószínűleg lehet, hogy ő is így gondolja, tehát egy ilyen felmérést kéne erről végezni, hát most kérnék is mindenkit, hogy tényleg komolyan így gondoljátok, hogy én nem 20 évesnek nézek ki, tehát nem a koromhoz képes nézek ki. Azt még elfogadom, gyerekek, mert egy haveromat megkérdeztem, egy tényleg egy közelbbi barátomat megkérdeztem a dologról, hogy tényleg közel 40-nek, meg 35 plusznak tűnő. Ebbe belegondolni is szörnyű. Mi az, hogy 40-nek? Vagy közel annak, vagy 35 plusznak tűnő. És akkor ő azt mondta, hogy szerinte nem, de kicsit idősebbnek nézek ki a koromnál. Ő azt mondta, hogy ilyen 25 évesnek nézek ki, nem pedig 21-nek amennyi vagyok, egyébként januárban leszek 22, ezt még el is fogadtam, mert mindig is így volt, mert amikor én 15 éves voltam, akkor kinéztem 18-nak, tehát ilyen 3-4 év plusz az mindig rendben volt, de ez azért szerintem túlzás, és ebben van, vagy trollkodás van, más nem tudok elképzelni, gyerekek, ugyanis tudjátok, mi a helyzet? Vagy nem tudom, mi van. Azért kérdezek másokat is, mert azt gondolom, nyilván az arcomat nézitek, és arról szűritek le a dolgokat. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy a kortársaim, akik ilyen 20 évesek, meg 20 év a második X kezdetén állnak, azok nem nagyon néznek ki másképp, mint én. Tehát valahogy így néznek ki, szerintem semmi különösebb különbség nincs. Ráadásul azért is esett rosszul, mert az a videó, az ugye tegnap került fel, ráadásul azt is reprezentálja, hogy nemrég voltam fodrásznál, meg is voltam borotválkozva, ugye, tegnap borotválkoztam meg, és rögtön kamera elé álltam, tehát hogyha még így, frissen borotvált állapotban, és ami tegnap volt, ilyen 35 plusznak néztek, akkor mi lenne a helyzet, ha még meg is növesztenék egy kis borostát? Szóval ez egyszerűen felfoghatatlan számomra, és lelkileg összeomlok egy kicsit, amikor ez történik, de őszintén mondjátok, mert elettől függetlenül azzal ne foglalkozzatok velem, mert igazából engem, ugye, az fontos az őszinteség. Na most gyerekek, ugye az a helyzet, hogy ráadásul nekem ezt is sok felfogni, hogy én 21 éves vagyok. Mert a lelkem az olyan 15 év körüli, tehát ugyanaz, mint amikor 15 éves voltam, kb. Ugyanaz a személyiségem nem igen változik, nem is gondolom, hogy kéne, hogy változzon. És nekem ezt is nehéz feldolgozni, hogy már amikor 20 éves lettem, és nem 10 éves, ma azt is rohadt nehéz volt, elég nehéz volt feldolgozni, hogy ne. De azért ez tényleg elég durva szerintem. Ez elég durva. Jó, mondom, mindig fennállt ez, hogy idősebbnek néztem ki a koromnál. De csak pár évvel, és még azt is ugye hozzátenném, hogy kamaszkoromban volt egy csendes, lázadó, depresszív, szorongó időszakom középiskolában, ugye ez kb. 2 évig tartott, és ott volt egy olyan szisztéma, hogy kopasz voltam, és ilyen körszakálas, illetve hát pontosabban nem körsz, inkább kecskeszakálas voltam. Tehát úgy voltam kopasz, hogy egy 2 mm haj, és itt egy jó, dús, erős, hónapokig le nem borotvált szőrzet, csak oldalt. De ott is csak géppel. Na most ebben az állapotban akkor ilyenkor
16 éves voltam, hogyha nem tévedek, így van, tehát tizedikbe volt ez egészen, nem, 9. évzárón kezdődött, és 10. tartott, már nem tudom meddig, várjál csak, aha, ja igen, tizedikben, a második fél évben, tehát a második tavaszi fél évben még eltartott egy ideig, aztán ott kezdtem növeszteni. Tehát ott megértettem, hogy ez a kopasz, és kecskeszakállas, durván szakállas emberre azt mondták, hogy kinézek 30 évesnek. Azt úgy megértettem. Illetve utána, szintén csendes, lázadó, depresszív, szorongó időszakomban, még mindig középiskolában, ugye volt egy ilyen időszak, 11-be, de az is csak 11. tavaszig tartott, hogy ilyen hosszabb hajam volt. Ott is az volt a helyzet, hogy ilyen elhanyagolt, jó hosszú haj, kicsit olyan hobós haj, tehát ilyen elhanyagolt, fodrászhoz nem járunk, tehát az egy depresszív, szorongó időszak volt, és csendes, lázadó. Akkor is elismerem, elfogadom, hogy igen, kinéztem 30 évesnek, jobban el volt hanyagolva a külsőmje, és azt is hozzátenném, hogy ezekben az időszakokban hát volt rajtam egy plusz 10 kiló, kb. Valami olyasmi, tehát olyan voltam, én olyan 93 kiló voltam maximum, aztán lefogytam 80-ig, most lehet, hogy egy-kettőt visszahíztem, de nem sokkal vagyok több szerintem. Érted? De akkor el is voltam hízva minden, és minden jel ott, tehát hogy el is voltam hízva, most nem vagyok különösebben. Tehát, hogy most úgy nincs semmi. El is voltam hízva, kopasz is voltam, és kecskeszakállas durván, akkor továbbiakban el is voltam hízva utána is, meg jó hosszú hajam is volt, tehát eléggé igénytelen külsőm volt. De most normálisan, ahogy tudom, rendbe tartom magam, fodrász minden, borotválkozás, a testalkatom is azért nagyjából úgy, ha még van is egy pár kiló felesleg, sokkal jobb, mint ami volt. Mondjuk ez se érte ezt a pár kiló felesleget, mert sokat futok egyébként. Nem tudom, jó, enni eszek, igen. Mindegy. De tényleg sokkal rosszabb volt a helyzet, az biztos. És egész egyszerűen akkor megértem, hogy arra az állapotra azt mondták, mert azt mondták az osztálytársaim is, meg több is, hogy mint egy 30 éves úgy nézek ki, de ezt nem tudom megérteni. Szóval nézzétek meg az arcomat, nézzetek rám, és indokoljátok, vagy én nem tudom, hogy ezt miből szűritek le, én nem hinném, hogy én különösebben úgy más lennék, vagy másképp néznek ki, vagy idősebbnek néznek ki, mint a korosztályom. Az E generáció. Tehát ez a 97-es születésű Z generáció. Tagok. Tehát nem, egyszer nem tudom, hogy ez miért van. Tehát, hogyha valaki ezt el tudja indokolni, hogy konkrétan miért nézek ki, tehát mi az arcomat kell nyilván nézni, mert onnan derül ki, nem értem, hogy külsőbben. Mert ha például azt mondta, hogy 35 plusz ilyeneket is mondtak, meg lassan 40, hát ebbe belegondolni is szörnyű. De gyerekek, azoknak már ráncok szoktak megjelenni az arcán, nem látsz rajtam ráncot például? Nem. Tehát semmi. Tehát egy fiatalos külsőm van, azt gondolom. Tehát ez 20 évesnek simán. De még azt is nehéz felfognom. Szóval gyerekek, megsértődtem, megbántottatok. De ettől függetlenül legyetek velem továbbra is őszinték. Szóval várom, hogy ki hogy gondolja, hogy így gondolják-e mások is, vagy csak az a pár ember, de ez a pár ember is azért már egy komoly pár ember, mert mondom, leírja valaki, most is leírta valaki a kommentet, azt meglájkolták 6-an. Akkor korábban is, hogy 35 plusznak nézett, azt is jó pár meglájkolták. Gyerekek! Remélem ez csak egy rossz vicc. Na köszönöm a figyelmet, sziasztok!